hőingadozás. Az elmúlt időszakban egy napon belül több esetben is mintegy 25 fokos eltérés mutatott a hőmérő, ami elsősorban a szív- és érrendszeri betegek számára lehet veszélyes. Rossz minőségű a levegő, továbbra is magas a megyeszékhely levegőjének szállópor koncentrációja, a következő napokban pedig további romlás várható. Költözés. Az idei tanévtől új helyen várja ügyfeleit a megyei pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága. Az átlagosnál nagyobb a napi hőingadozás, ami az egészséges ember szervezetét is megviseli. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az elmúlt időszakban egy napon belül több esetben is mintegy 25 fokos eltérés mutatott a hőmérő, ami elsősorban a szív- és érrendszeri betegek számára lehet veszélyes. A házi orvos kiemelte, ilyen esetben nem elsősorban a gyógyszer, hanem a helyes táplálkozás és a pihenés segíthet. Az elmúlt másfél-két hétben hazánkat és térségünket is elkerülték a frontok. Ugyanakkor a hőmérséklet napi ingadozása messze meghaladta az ilyenkor megszokottat. A hajnalban és korra reggel mért közel fagyponti levegő hőmérséklethez nem ritkán párosult 20-25 fok közötti napközbeni érték. Ebben az időszakban pedig az átlagosnál többen fordultak orvoshoz fejfájás és fáradékonyság panaszával. Azt lehet mondani, hogy azért ez a hőingadozás az egészséges szervezetet is valamelyest megviseli, de leginkább azoknak kell odafigyelniük, akik tudják, hogy fokozottan érzékenyek a nagy hőmérséklet változásra, illetve azoknak kell fokozottan odafigyelniük saját magukra, akiknek valamilyen krónikus szív-érrendszeri vagy egyéb megbetegedése van, ugyanis ezeknek a betegségeknek a romlását idézheti elő. Tehát például akinek magas vérnyomás betegsége van, azoknál gyakran előfordul, hogy ilyenkor könnyebben kiugranak a vérnyomás értékei, illetve ugye szívbetegeknél romolhat maga az alapbetegség. A hőingadozás emellett könnyen vezethet megfázáshoz, a levegő nyomásának változása pedig a migrén előfordulásának esélyét növeli. A házi orvos ugyanakkor arra figyelmeztet, nem szabad gyorsan és felelőtlenül a gyógyszeres dobozokért nyúlni. Annál fontosabb a megelőzés és az orvosi tanácsok betartása. A legfontosabb ugye az, hogy mindig pontosan szedjük a gyógyszert, figyeljünk oda a saját állapotunkra, tehát hogyha azt érezzük, hogy jobban megvisel minket ez a hőingadozás, akkor pihenjünk többet, fogyasszunk naponta többször inkább könnyű ételt, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra mindenképpen oda kell figyelni, és hogyha komolyabb panaszok vannak, akkor mi hamarabb fel kell keresni a kezelőorvost az esetleges terápia változtatás miatt. Az előrejelzések szerint hétvégéig az elmúlt hetekben tapasztalt szokatlan meleg várható napközben. Ugyanakkor jövő héten már komolyabb lehűlés következhet. Továbbra is rossz minőségű Nyíregyháza levegője. A PM10 szállópor napi átlaga helyenként az egészségügyi határérték felett valószínű. Továbbá egyes időszakokban a tájékoztatási határértéket is elérheti. A szakemberek felhívják a lakosság figyelmét, hogy a szállópor szennyezettség éjszaka a legmagasabb, ezért az esti és reggeli órákban lehetőleg kerüljék a szabadban végzett megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli, kora délutáni órákban végezzék. A légszennyezettség további romlása elkerülhető, ha az autók, főleg a dízelüzeműek helyett tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan közlekednek, valamint ha a fűtésnél a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítik előnyben. Továbbá felhívják a szakemberek a lakosság figyelmét arra is, hogy a saját és környezetük egészsége érdekében tartózkodjanak a kerti hulladék, például az avar, a fanyesedék, valamint a lábon álló növényzet nyílcíni égetésétől is. A szállópornak számos egészségügyi hatása van, a porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját, a 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsága és kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat, például fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat, valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat abszorbálnak, és elősegítik a bejutásukat a szervezetbe. Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek, ezért azt javasolják, hogy ők kerüljék a szabadban való hosszabb idejű tartózkodást.
A folytatásban csendes őszi idő várható anticiklonális hatásokkal, melynek következtében a PM 10 napi átlaga helyenként az egészségügyi határérték fölött valószínű, továbbá egyes időszakokban a tájékoztatási határértéket is elérheti. A levegőminőség lassú, nem jelentős mértékű romlása valószínű a következő napokban is. Az idei tanévtől új eljen fogadja a szakértői vizsgálatokat igénybevevő, illetve a pályaválasztási segítséget kérő ügyfeleit a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága. A szervezet szeptember óta a Vécsei közben lévő, akadálymentesített, modern épületben látja el tevékenységét. Dinamikusan változott, fejlődött az elmúlt években a gyógypedagógia területe, ez pedig maga után vonta a sajátos nevelési igényű tanulók számának növekedését is. A megyében a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága foglalkozik ezekkel a gyermekekkel, melynek munkatársai eddig a Szarvas utcán látták el feladatukat. Régi otthonukat azonban már kinőtték, ezért volt szükség a költözésre. Úgy gondoltuk, hogy ennek a fejlődésnek, növekedésnek megfelelő infrastrukturális körülményeket kell teremteni, hiszen ez a fenntartó dolga, hogy minden tanuló számára méltányos, esztétikus, biztonságos, jó környezetet tudjon biztosítani. Ezért választottuk ki ezt az épületrészt itt a Vécsei Tagintézményünk udvarán, hiszen ez egy különálló épület, kisebb átalakítással, felújítással, 38,5 millió forint összeg keretben, plusz a teljes bútorozás, meg tudtuk oldani azt, hogy méltó körülmények közé kerülhessenek a kollégák, a szakemberek, és méltányos, szép, világos terek várhassák a gyermekeket és az ideérkező szülőket is. A korábbi tantermekből vizsgáló helyiségeket alakítottak ki közös folyosóval, a szülőknek várakozásra alkalmas helyiséggel és a működéshez szükséges irodákkal. Szeptembertől tehát ezen a könnyen megközelíthető helyen végzik tevékenységüket. Elsődleges feladatukként a sajátos nevelési igény és a korai fejlesztés a jogosultság megállapítását, emellett a pályaválasztási tanácsadást és a gyógypedagógiai logopédiai vizsgálatokat. Utóbbiak esetében standardizált tesztek alapján dolgoznak. Mindig holisztikusan szemléljük a gyermeket. Egy komplex vizsgálat után egy szakértői tím összeül, és megbeszéljük azt, hogy a gyermeknek milyen sorsa legyen. A legfontosabb ismérve a munkánknak, hogy a gyermek a megfelelő ellátási formához juthasson hozzá, hiszen ehhez van a joga. Magyarországon nincsen képezhetetlen gyermek. A súlyos és halmozott fogyatékosoktól a teljesen preventív jellegű korai fejlesztéses gyermekeknek is joga van az őket megérni, illető oktatási formához jutni. Ez a bizottságnak a legfőbb feladata. A Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának 14 munkatársa, köztük orvosok, gyermek- és ifjúságpszichiáterek, gyógypedagógusok, pszichológusok és logopédusok 2000-2500 gyermekkel foglalkoznak évente, több mint 3000 vizsgálat keretében. Csalás, uzsorázás és zsarolás miatt ítélték el első fokon Nyírpilis polgármesterét. A faluvezetőt még 2017-ben tartóztatták le, ugyanis 50% feletti kamatra adott pénzt és élelmiszert a boltjában. Egy elhagyatott házat pedig kétszer is eladott, áll a nyíregyházi törvényszék közleményében. A tényállás szerint a vádlott 2014-től egy szabolcsi település polgármestereként kihasználta a nehéz anyagi helyzetben lévő lakosokat, és többeknek úgy adott pénzt és élelmiszert hitelre, hogy havi 50% kamattal megnövelt összeget kért vissza. Mivel a sértettek nem tudták visszafizetni tartozásukat, ezért a polgármester 2017-ben megjelent az egyikőjük házánál, tőle pénzt követelt és veréssel fenyegetőzött. A vádlott ezt megelőzően 2015-ben egy elhagyatott helyi ingatlant eladott egy házas párnak, majd azt a következő évben ismét értékesítette egy másik párnak. A Nyírbátori Járásbíróság hétfőn csalás büntette, csalás büntettének kísérlete, zsarolás büntette és három rendbeli uzsora bűncselekmény büntette miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetése ítélte a férfit, és 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A polgármester egyébként 2010 óta vezeti Nyírpilist, az október 13-ai választáson pedig 70% fölötti támogatással választották újra.
A fiatalok harca volt az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc. Ez volt a Nyíregyháza Egyetem megemlékezésének fő üzenete a hallgatóság felé. Dr. Antal Balázs, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa úgy fogalmazott, az emberekben tudatosítani kell, hogy a jelenlegi szabadság nem beleszületett. Azért keményen megharcoltak 63 évvel ezelőtt. Az egyetemistáknak elévülhetetlen érdemei voltak a szabadság kivívásában 1956. októberében. Erről beszélt Antal Balázs a Nyíregyházi Egyetem ünnepi megemlékezésén kedd délelőtt. Az adjunktus beszédében kiemelte, a forradalom zászlóvivői harcos értelmiségi fiatalok voltak, ugyanakkor hozzátette azt is, a jelen ifjúságomban már nincs egészen tisztában azzal, hogyan alakult ki Magyarországon az a fajta szabadság, amelybe ők beleszülettek. Sokféle főüzenet van az 1956-os forradalomban, azt hiszem, hogy többféle üzenetet lehet találni túl azon, hogy minden egyes résztvevője, minden egyes elképzelése, minden egyes résztvevő elképzelése a szabadságra irányult. Ezen belül a szabadság sokféleségét lehet meglelni. Választási, társadalmi, gazdasági, politikai értelemben, mindenféleképpen. A megemlékezésen műsort adtak elő a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai a forradalom történetéről. Minya Károly, az intézmény rektorhelyettese úgy fogalmazott, az egyetem minden nemzeti ünnep alkalmával méltóan adózik a hősök tisztelete előtt. A múltunkra mindig emlékezni és emlékeztetni kell, és mondhatom, hogy egy nagyon színvonalas műsorral emlékeztünk meg. Antal Balázs kollégám a beszédében nem csak egy ünnepi beszédet mondott el, hanem tulajdonképpen egy műalkotással is megismertett bennünket, és nagyon örülök, hogy az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai adták a műsort, ha jól számolom, legalább 80-an is voltak. Nagyon invenciózus volt ez a műsor, nagyon hatásos és nagyon újszerű. Azt mondhatom, hogy a Nyíregyházi Egyetem szellemi központnak tekinthető a régióban, a megyében, és ehhez méltó volt ez a műsor. Nagyon fontos, hogy mind a beszédet, mind a műsort nagyon sok fiatal is végignézte, a már említett gyakorlóiskolai diákok, de ugyanakkor a mi hallgatóink is, és fontos, hogy egy pillanatra megálljunk, és egyszerűen csak elgondolkodjunk, vagy azonosuljunk az 56-os hősökkel. A forradalom és szabadságharccal kapcsolatban kedden és szerdán országszerte ünnepi megemlékezéseket tartanak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye központi ünnepsége pedig ezúttal Nagydoboson lesz, szerdán délelőtt 9 órakor. Egy pontos vereséget szenvedett Békés Csabán a Sunshine Nyíksepp. Kovács Tibor együttese az MB2 keleti csoportjának harmadik fordulójában lejátszott mérkőzésen 80-79-re kapott ki a hazaiaktól. A nyíregyházi kosarasok pénteken mezőberényben lépnek pályára. A második fordulóban már rangadót játszott a Sunshine Nyíksepp, a Békés Csaba otthonába viszont betegségek és munkai elfoglaltság miatt foghíjasan utazott el Kovács Tibor együttese. A döntetlenre végződő első negyedet követően a második 10 perc egypontos vendégsikerrel zárult, úgy, hogy menet közben volt, amikor már 10 ponttal is vezettek Kósa Tamásék. Fordulás után ellépett a Békés Csaba, de a negyed végén már ismét a nyíregyháziaknál volt az előny. A mérkőzés vége előtt 2 perccel 7 pont volt a Nyíksi előnye, a hátralévő időben azonban már nem szereztek kosarat a kipontozódás és technikaik által is sújtott vendégek. A csabaiaknak viszont minden beesett, így nagy csata után egy pontos vereséget szenvedtek a nyíregyháziak a bajnok esélyes otthonában. Az elmúlt évekhez képest tényleg megerősödtek, ez játékos anyagban nagyon megmutatkozott, ha csak azt mondom, egy NB1-es múlttal rendelkező 2 méter 10 centis centerrel, 2 nagyon jó mezőnyjátékossal erősítettek, és egy olyan fanatikus közönség előtt játszottunk, ami ritka NB2-es szinten. Mi pedig nem teljes csapattal indultunk neki a mérkőzésnek, de így is az utolsó percben is volt győzelmi esélyünk. Sajnos a végjáték az ellenfélnek jött ki jobban. Közre játszott az, hogy menet közben is 2 játékosunk megsérült, Olázul, illetve Horváth Bence. A végjátékban egyikőjük már nem, másikőjük pedig már csak minimálisan tudott a rendelkezésünkre állni, de így is dicséret a fiúknak, mert ilyen játékkal azt gondolom, hogy lehet veszíteni.
A Sunshine Nyise csapatára pénteken újabb idegenbeli mérkőzés vár. Kovács Tibor egyelőre még nem tudja, hogy kire számíthat a mezőberényi találkozón. A ma esti edzésünk is nagyon foghíjas lesz létszámban, mert többen még a mai edzéstérülés miatt nem tudják vállalni. Hét közepétől a meccs előtti egy-két edzés eldönt az, hogy kire tudok számítani, de nem biztatóak az előjelek, ezt nyugodtan mondhatom. Olyan ellenfélhez megyünk, ahol a kezdőötös mint felsőbb osztályban játszott, egy szerb légiósuk is van. Erre is azt mondhatom, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de természetesen győzni szeretnénk. A pénteki meccset követően hétfőn hazai környezetben lép pályára Sunshine Nyikse, akkor Hepkupa mérkőzésen a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatát fogadják Olá Zoltánék. A hét elején 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes részvételével elkezdődött a szezon a regionális felnőtt futsal bajnokságban. Ugyancsak pályára léptek az U17-es és 20-as futsal csapatok, mindkét korosztályba 23 együttes nevezett a megyéből. Bár a szabadtéri szezon még javában tart a futballbajnokságokban, már a teremben is elkezdett pattogni, vagy inkább gurulni a labda, mivel a futszálban használt játékszer jelentősen különbözik a nagypályán megszokott labdától. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatok közül a Nyír Gyulai az NB1-ben, a Nyírbátor és a Csenger az NB2-ben szerepel, a hét elején pedig alacsonyabb szinten is elrajtolt a bajnokság. Hétfőn este elindult a futszál felnőtt regionális bajnokságunk, az MB3 kereti csoport, amelyet ismét már harmadik éve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság szervez. Idén kicsit kevesebb csapattal, 9 együttessel indultunk el, de az első fordulóban szerencsére minden rendbe lement. 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Hajdubihar és 2 Borsod-Abaúj-Zempléni együttes van. Bízunk benne, hogy rendben le fog majd zajlani ez a bajnokságunk. Akár csak a futszál fiú U17 és U20-as pontvadászatunk, ahol tegnap már szintén rendeztek egy mérkőzést. Itt ebben a két korosztályos bajnokságban szinte minden hétköznap rendeznek majd meccseket. Egyrészt azért, mert szerencsére elég sok csapat nevezett. 23 együttes nevezett mind az U17-be, mind az U20-ba. A nevezett csapatokat területi alapon 2 csoportba bontottuk, így van egy 11-es, illetve van egy 12 fős, értelemszerűen oda-visszavágós rendszerbe fognak játszani. Másrészt pedig azért is van sokszor hétköznap és különböző napokon a mérkőzések, mert azért nincs 23 csarnokunk a megyébe. A megyei igazgató elmondta, hogy a játékvezető bizottság alapfokú tanfolyamot indít, mert szeretnék, ha minél több még aktív labdarúgó rendelkezne játékvezetői vizsgával. Bízunk benne, hogy ugye, ahogy az elmúlt években egy ilyen 20-30 fő jelentkező lesz legalább. A tavalyi évben azt hiszem, hogy elég sikeres volt a játékvezetői tanfolyam szempontjából, egyrészt létszámban is, másrészt pedig azért olyan játékvezető hallgatók is jelentkeztek, akik komoly futballmúlttal rendelkeztek. Most is szeretnénk azért ezt a korosztályt megcélozni, hiszen nem győzöm hangsúlyozni, hogy igazából szeretnénk a 30-as éveiben járó, pályafutásuk vége fele járó labdarúgókat megfogni, mert úgy gondoljuk, hogy azok, akik azért jó pár évet lehúztak a futballpályán, akár úgy átállva másik oldalra játékvezetőként is jobban el fogják őket fogadni, és jobb teljesítményre képesek, mint esetleg olyanok, akik nem fociztak, vagy életkorukból adódóan még azért komoly mérkőzéseken nem vettek részt. Picit távolabbra tekintve, Vaka Árpád elmondta, hogy az igazgatóság ismét megrendezi majd hagyományos téli tornáit, így mind szabadtéren, mind teremben biztosítanak felkészülési lehetőséget a megyebeli futballcsapatok számára. Most pedig iradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az elmúlt időszakban egy napon belül több esetben is mintegy 25 fokos eltérés mutatott a hőmérő, ami elsősorban a szív- és érrendszeri betegek számára lehet veszélyes, de az egészséges ember szervezetét is megviseli. A szakemberek szerint ilyen esetben nem elsősorban a gyógyszer, hanem a helyes táplálkozás és a pihenés segíthet. Továbbra is rossz minőségű Nyíregyháza levegője. A PM10 szállópor napi átlaga helyenként az egészségügyi határérték felett valószínű, továbbá egyes időszakokban a tájékoztatási határértéket is elérheti. A következő napokban további romlás várható. Az idei tanévtől új helyen fogadja a szakértői vizsgálatokat igénybevevő, illetve a pályaválasztási segítséget kérő ügyfeleit a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága. A szervezet szeptember óta a Vécsei közben lévő akadálymentesített modern épületben látja el tevékenységét, a sajátos nevelési igény és a korai fejlesztése jogosultság megállapítását, emellett a pályaválasztási tanácsadást és a gyógypedagógiai, logopédiai vizsgálatokat. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 22-én kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán várjuk majd Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Szerda reggelig gyengén felhős idő várható, éjszaka párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 fok körül alakul. Szerdán gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, a ködfoltok gyorsan feloszlanak, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Érdemi változás nem várható időjárásunkban a következő napokban sem. A reggeli párás ködös időt általában gyengén felhős napos idő követi. Ugyanakkor szombaton és vasárnap nagy területen képződhet köd és réteg felhőzet, amelyek napközben csak lassan, sőt kisebb körzetekben esetleg egyáltalán nem oszlanak majd fel. Továbbra is marad az enyhe, kora őszi idő, csupán a tartósan ködös tájakon marad 20 fok alatt a csúcsérték, leghamarabb vasárnap kezdődhet változás az időjárásunkban.